Azért rendeztem meg, mert már nagyon régen jöttünk össze így órások, mindenkinek hiányérzete volt, és ezért hoztam össze. Ez különben a 8. Érden rendezett óra bőrze. Tulajdonképpen az, hogy régen találkoztak a kollégák ilyen kiskörben, és mindenki örül mindenkinek, mindenkinek tetszik az egész, beszélgetnek. Ha jól körülnéz, akkor mindenkinek vannak szakmai tanácsai, ötletei, és ezt használva ki, ezért rendeztem többek között meg a bőrzet. Ezek sokkal komolyabb darabok, a káziót azt lehet venni minden utcasarkon, de itt azért olyan órák vannak, amikhez az ember nem tud hozzájutni. Gyűjtőknek, mint ahogy az előbb mondottam, gyűjtők nagyon imádják, és komoly, nagyon komoly órák vannak. Mint ahogy látja, üres asztalok vannak, ez azért van, most is az előbb ketten mondták vissza, az egyik kollega, óragyűjtő kollega az egész éjszaka nem aludt, beteg volt, lázas volt, nem tudott jönni, nem akar senkit lefelé. Az óvintézkedések meg azok, hogy lázat mérek mindenkinél. Kézfertőtlenítő van, maszk van, amit én az előbb levettem, és ezzel az eszközökkel védekezek. Tehát fontos itt most a lázmérő és a maszk, amit mindenki, ha jól körülnéz, mindenki hordja a maszkot. Kikötés, hogy maszk nélkül itt most nem lehet. Értékében annál az asztalnál lát nagyon értékeseket a másodiknál, és ott hátul a sarokban fognak majd értékes órákat látni. Érdeklődőkre többet számítok, annál is inkább elég sokat reklámot, sok visszajelzés is érkezett, csak félek ettől a vírustól, mint ahogy az előbb is mondott, hogy a kiállítók között is ketten visszamondták. Most, hogyha ezt vetítjük a látogatókra, akkor sajnos szerintem többen lesznek, de így is elég nagy a zsongás, mint ahogy lehet hallani. Hát igazából több mint 20 éve csináljuk ezeket az órabőrzéket, vagy járjuk az órabőrzéket, és mindig vannak újdonságok, amiket hozunk a bőrzére. Most is van egy-két omega óra, ami még nem volt órabőrzén, meg hát vannak zsebórák, amik nagyon-nagyon szépek és különlegességek. Hát van, aki vásárlási szándéka van, akinek van otthon fellelt valami órája, kíváncsi rá, hogy mennyit ér, vagy hoznak olyanokat, amik nem működnek, szeretnék megjavítatni őket, és mindig valami kialakul, tehát valami újabb kapcsolat, vagy egy javítás, vagy egy eladás, minden bőrzén van valami szépség. Van egy ilyen csodálatos bibliánk, ezt Amerikában adják ki, ezt a könyvet, és ebben nagyon-nagyon sok óra benne van, modell szerint és márka szerint, és ez is segít nekünk, meg a 40 év gyakorlat, tehát azért az nagyon sokat számít, hogy az embernek a kezében nap mint nap régi órák vannak, és hát nagyjából tudja azért az értékeket, meg az óráknak a hovatartozását, hogy svájci óra, amerikai óra, vagy ne adj Isten még a volt Szovjetunióból származó, nagyon szépségek jönnek mindenhonnét.